egy nyári virágokat tudunk hozni, évelőket, cseréket. Most már egy nyári virág nem annyira aktuális, ugye? Évelőket, cseréket, amivel be lehet az utcafronti részt, akár úgy élte kívánnak valamit. Az előkészítő munkákat önöknek kell elvégezni. Ide már ilyen cserjét beültetni, hát nem igazán hiszem. Akkor inkább mondjuk szükség le, inkább mondjuk virágokra, vagy évelőkre? Én azt szeretném, hogyha ilyen virág évelőket, meg néhány cserjét, hát elképzelhető, de inkább ilyen virágzó növényeket. Az a lényeg, hogy kiássunk egy kis gödröt, és akkor megfogjuk itt határozottan a növényt, hogy oldalt meg kell nyomkodni kicsit, hogyha így a gyökere így átnőtt a cserépen, akkor nyugodtan így le lehet róla tépni. Leszedjük így a cserépről, kérünk Szabinától egy tápanyaggolyót, most figyeljünk oda, hogy annyi tápanyaggolyó van a hány növény, úgyhogy se több, se kevesebb, erre vigyázni kell, ezt bedobjuk ide alulra, és akkor arra kell odafigyelni, hogy a talaj, ahogy elhelyezkedik itt a növénynél, később, ahol beültetjük, ott is pontosan ugyanúgy legyen, tehát ne ültessük se mélyre, se túl magasan. Nagyon örülök a példaértékű modellnek, amit Mozzuglóban elindítottunk, hogy ezzel a lakókat is be tudjuk vonni a környezetük szépítésébe is, hogy a közös munka által megszépítsük a lakótelepet. Szeretném, hogy a ciklus végére minden házhoz eljutnánk ezzel a virágozzugló programmal, és szép virágos kerteket tudnánk ültetni ide. Habár nem az én körzetem itt, ez a Fürödi utca 5 per BH szám, ennek ellenére nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt lehessek és itt is részt vegyek a Virágzó Zugló program keretében egy előkert felújításában. Korábban a Várna utcában már volt szerencsém egyszerre, a körzetemben megint egy másik alkalom a Báróczi utca volt, gyönyörűek azóta is a kertek, szoktam arra járni és látom. Bízom benne, hogy itt is alkothatunk valami olyat, ami majd Zuglónak a pozitív jövőjére válik, mint ahogy azt eddig is tettük a korábbi előkerteknél. Azt gondolom, hogy ha valaki lakóházban lakik, emeletes házban, az még nem ok arra, hogy az előkerttel esetleg ne foglalkozzon. Fontos, hogy itt is kellő figyelmet tudjunk fordítani ezekre a kertekre. Köszönjük a polgármesterünknek ezt a programot, magát a segítséget, és reméljük, hogy a jövőben hasonló segítséget fognak nyújtani más ilyen környezetvédelmi vagy zöld programok végrehajtásában is. A szerszámokat a Fiskász biztosította. A növényeket a Borhi Kertészet szállította. Együttműködő médiapartnerünk az edenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövessen nyomon ön is a Virágzó Zugló programot a kertész.blog.hu-n, a Facebookon és a virágzózugló.hu oldalon.